Mivel foglalkozik pontosan az ADMA, teszi fel a kérdést riporterünk. A fejlett feldolgozóipar támogató Európai Központ egy EU kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy segítse a kis- és középvállalatokat, hogy a jövő üzemeivé válhassanak. Azokat a KKV-ket támogatjuk, amelyek belátják, hogy kihívásokkal szembesülnek. Azokat, akik tudják, hogy tenniük kell valamit, és már tettek is aktív lépéseket, hogy megoldják a gondjaikat. A zöld és a digitális átállás számos vállalat számára prioritás jelenleg. Miért van ez? A fejlett feldolgozóipar már régóta jelen van, nem új a technológiát használni megoldásképpen, de a jelenlegi digitális technológiákkal esély nyílik arra, hogy összekössék a termelés különböző területeit, és biztosítsák, hogy adatokat gyűjtenek, amelyeket aztán felhasználnak. De véleményem szerint egy egész rendszer, a zöld terület valóban nagyon szépen kapcsolódik ide, hiszen már 20-25 éve mondogatjuk, hogy tenni kéne valamit. A fenntarthatóság nem egy új szó, de mindig vannak érvek amellett, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy túl drága. Most már vannak technológiáink, amelyek segítenek ebben, szóval a zöld átállás kéz a kézben jár a hatékonysággal is. Nem csupán modern dolog zöldnek lenni, hanem nagyon költséghatékony is. Milyen lehetőségei vannak azoknak a vállalatoknak, amelyek készen állnak a zöld és digitális átállásra? Rengeteg lehetőségük van, rengeteg program, amely segítséget vár. Szóval az EU-s és nemzeti kezdeményezések alig várják, hogy a vállalatok alkalmazzák őket. Véleményem szerint a vállalatoknak fejleszteniük kéne magukat, megvizsgálni a stratégiájukat, biztosnak lenni abban, hogy tudják, mi a céljuk, hová tartanak, majd csatlakozni egy platformhoz, egy csoporthoz, része lenni egy lehetőségnek. Hiszen amikor olyan vállalatokkal találkoznak, amelyek a digitális és zöld átállást szorgalmazzák, akkor állítják kihívások elé a saját ötleteiket, és akkor lesznek képesek a fejlődésre. Szóval gyerünk, csatlakozzanak hozzájuk!